Bár logikusan ünnepkörnyékén kéne az ügyek jelentős részének jelentkeznie, ez még sincs így, mondta a békeltető testületek működéséről szólva Fischer Sándor a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A tapasztalatok azt mutatják, szívesen fordulnak ide a panaszaikkal a vásárlók, és a vállalkozások is mindent megtesznek a békés rendezés érdekében. Hogyha oda fordulnak a vevők, a békeltető testület az komolyan kivizsgálja a panaszokat, Általában megnyugtató válaszokat is tud adni, és azokat, ha tovább fordulnak a a bíróságon is elfogadják a békétetett testület döntését. Ennek ellenére az ügyszámok tekintetében megye a rangsod utolsó helyén áll. A fővárosban ezres nagyságrendben fordulnak a vásárlók panaszaikkal a testülethez. Sajnos még nem annyira elterjedt a mi megyékben. Egy olyan száz körüli ügy van évente, a többi megyében sokkal magasabb. Budapestről már nem is beszélem, mert ezres nagyságokban vannak a panaszok. Fischer Sándor azt mondja, jó lenne, ha a vásárlók félretennék a számlákat, melyeket vásárláskor kapnak annak érdekében, hogy az esetleges vita esetén legyen jogalap a testülethez fordulni. A statisztikák szerint a testület elé ügyek majd mindegyike békés úton mindkét fél megelégedésére rendeződik.